Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. Mai videónk témája egy szóval a visszaélés. De mielőtt elkezdenénk ezt a komoly videót, szeretnénk feltenni nektek egy kérdést. Hogy éreznétek ti magatokat, ha az elhunyt szeretteitekből pénzt akarnának csinálni, szó szerint? Egy kedves családtagunk jelezte nekünk, hogy milyen e-mailt kapott. Ebben az e-mailben hatalmas visszaélés történt Nílácskával. Ráadásul egy alapítványról van szó. Egy alapítvány visszaélt Nílának a fotóival és történeteivel. Tudjátok, nem rejtettük Véka alá. Véka vagy Béka? Véka. Bocsánat. Egyébként igenis úrifiú leszek, igyekszem a trágár szavakat kerülni, noha szerintem kifejezhetném magamat még egy alapítvány irányában így is, de most tényleg meg fogom játszani magamat, vagy nem fogom megjátszani magamat, a lehető legintelligensebb arcomat elő fogom venni most. Tehát, egy olyan alapítványról van szó. Nos, a videót már sokat szóra megállítottuk, ugyanis nem igazán tudjuk, hogy ezt hogyan lehet elmondani, vagy hogyan mondjuk el, úgy, hogy ne húzzuk fel magunkat, és tényleg igyekszünk a lehető legmoderáltabban kifejezni magunkat, még akkor is, hogyha egy nagyon nagy alapítványról van szó. Ez az alapítvány, amely visszaélt Nílával, olyannyira nagy, hogy hozzánk képest százszor vagy ezerszer is beszorozhatnánk a nagyságát. De mégis olyan nagyok, amennyire hülyék, vagy mégis mi a fene? Zoli, fogd vissza magadat! Tehát nem rejtettük Véka alá, hogy nyilván Nílát egyébként nagyon sokak ismerik. Itt most nem feltétlenül a csatornára gondolok. Több interjút is készítettek velünk, volt néhány alapítvány, amelyek, hogy kell ezt mondani, meginterjú voltak, készítettünk fotót, felhelyeztük Nílát az alapítványnak a különböző alapítványoknak a honlapjaira, és itt most, amelyik alapítványról szó van, a nevüket nem fogjuk kiejteni. Viszont nagyon egyszerűen utána tudtok nézni. Annyit el tudok árulni, egyébként nagyon sok olyan alapítvány van, amely leukémiás gyermekeket támogat. Pont, túl sokat is mondtam. És egyébként kedves családtagunkhoz szólnék most, kedves Alexandrához, aki jelezte felénk azt, hogy mit kapott ő e-mailben, legyen szíves, most ne írja le az alapítvány nevét a komment szekcióba. Viszont nagyon könnyen ki tudjátok nyomozni, nyilván amit már megemlítettem kis mondatomban. Alexandra elküldte nekünk az e-mailt, amiben érdekes módon karácsonyi kampányt indított ez az alapítvány. Nos, egy ilyen nagy alapítványnak egy ilyen jellegű kampányt úgy kell elképzelni, hogy itt nem 2526 forint folyik be, hanem mondjuk 26.548.096 forint. Értitek, mit akarunk mondani? És az e-mailben az szerepelt, hogy engem, mint édesapát meginterjú voltak, és hogy elmondom azt, hogy mint betegség, mint rákos betegség a családban, ez milyen keményen érinti ugye maga a családot, hogy mennyi kiadással jár, rengeteg fertőtlenítőszert kell venni, különböző gyógyszereket, vitaminokat, táplálékkiegészítőket, és olyannyira megterheli ez a családi kasszákat, hogy szinte üzemanyagra is alig marad, hogy el tudjuk vinni a gyermekünket a kórházba. Zoltán a vesedaganatos Níla édesapja. Így van, tehát így volt aláírva az idézet, vagy ilyesmi. Nos, tehát ott tartottunk, hogy mi számít egy ilyen interjúnak, vagy hogyan működik ez az adok-kapok dolog. Nagyon sokáig mi is úgy voltunk vele, hogy nem igazán szeretnénk semmiféle fotót, semmiféle történetet eljuttatni, semmiféle hollapra. Ez a mi magánügyünk. Viszont ti is tudjátok, megbeszéltük már, Níla, amint elkezdett a kis szájácskájával beszélgetni hozzánk, rengeteg mindent megbeszéltünk vele. 99%-ban mindent elmondtunk neki, mindent megértettünk vele, nagyon sok kérdése is volt, mindet igyekeztünk megválaszolni. Tehát igazándiból Níla is tudott mindenről mindent. És amikor volt egy ilyen lehetőségünk, hogy interjú lenne, akkor úgy gondoltuk, hogy a pici Nílával is ezt megbeszéljük, mert egyébként ez egy nagyon régi történet, egy nagyon régi sztoriról van szó, sok-sok évvel ezelőtt. Viszont Níla mosolyosan azt mondta, hogy ő benne van.
ő nagyon szívesen vállalja azt, hogy le legyen fotózva, és felkerüljön az internetre, hogy esetleg más gyermek is láthatja őt. És akkor úgy voltunk vele, hogy igen, csináljuk. Nos, ez azt jelenti, ez az adok-kapok dolog, ki ismerjük mondani, és remélem ezt az alapítvány is hallja, és azért itt a mérlegre lehet majd állítani a dolgokat, kedves alapítvány, hogy nyilván adok-kapok dolog, kaptunk érte 5, meg volt 10.000 forintos utalás is. Igen. Sokan azt mondhatják, hogy ezek nem is olyan nagy pénzösszegek. Igazatok van, nem olyan nagy pénzösszegek, viszont amikor egy betegség van a családban, egy ilyen szörnyű betegség, minden forintra nagyon szükség van, mert rengeteg mindenre kell ilyenkor áldozni azért, hogy a beteg gyermeknek valamennyivel is jobb legyen, ha egyáltalán lehet bármit is javítani egy ilyen jellegű betegségben. Tehát nyilván azért ez egy nagy segítség volt nekünk is, amit a kedves alapítványnak 100 millió 50-90-szer, na, nagyon sokszor megköszöntünk, vagy akár Nila rajzolt egyet, vagy Nila köszönte meg, vagy én írtam egy köszönő levelet, vagy küldtünk egy fotót, amelyet ők utána nyilván fel tudnak használni. Nevezzétek, vagy nevezzük úgy, ahogy akarjuk, igazándiból nincs jobb szó rá, mint hogy, ahogy mondtam, fel tudják használni egyfajta alapítványi támogatási körben. Ezt ki tudják küldeni az embereknek e-mailben, vagy akár meg tudják nézni a honlapon, és azt mondják, hogy értem, elolvastam, megértettem, szíven érintett, én küldök akár annak a családnak, vagy annak az alapítványnak, és az megint más kérdés, abban teljesen igazatok van, felvetődik a kérdés, hogy kihez hogyan kerül a pénz, mert fogalmunk sincs, hogy ez hogyan működik, nem is akarunk ebbe belemenni, de egy kicsikét kutattunk az alapítvány felé. Na, nem tudom, mennyire leszek összeszedett, igyekszem. Kedves Alexandra elküldte az e-mailt. Akkor még nem kaptuk meg tőle, hogy melyik alapítványról van szó, de maga a szövegkörnyezet, maga a forma, a minta, egyből sejtettük, hogy melyik az. Majd később még beszélgettünk kedves Alexandrával, elküldte a konkrét e-mailt, stb. Mindent, és akkor így a gyanunk beigazolódott. De akkor mi már kutakodtunk, hogy melyik alapítvány csinálhatta ezt. Nos, tudjátok, itt arról van szó, hogy 2021. január 2-án este 7 óra 14 perckor elhunyt Nila. Nem konkrétan 14 perc volt, tehát nem este 7 óra 14 perc, ezt is megbeszéltük, bocsánat, lehet, hogy hosszú lesz, nem bírom befogni a számot, mert tudjátok, nem volt bent nálunk orvos, és fogalmunk sincs konkrétan, hogy mikor ment el Nila, és volt egy kis vitánk a kis csajszival, aki ott be akarta írni a halál időpontját, hogy ő 13 percet akart írni, és ott megkértük, hogy legalább ne 13 percet írjon be, mint egy rossz ördögi számot, legyen az egy páros 14 szám. Na mindegy, bocsánat. Tehát mi is tisztában vagyunk vele, ti is tisztában vagytok vele, ugye nem olyan, tehát nagyon nehéz erről beszélni. Hamarosan 2 éve lesz a tragédia. 2 éve se nappalunk, se éjszakánk. Most is egész éjjel forg, aludni nem igazán tudunk, mert most is ezen, ráadásul a hülye videó járt az agyunk, hogy hogyan próbáljuk nektek ezt elmondani, hogy mi történt már megint, hogy hogy lehetünk milyen szerencsétlenek. És nem feltétlenül mi, hanem szegény kicsi Nilával mi a fészkes fenét mernek egyes emberek, szervezetek, alapítványok megengedni. Vagyoni, anyagi haszonszerzés céllal. Nos, hamarosan 2 éve sajnos. Fogalmas is, mit akartam mondani, ugye? És akkor átvizsgáltuk az e-mailt, bebizonyosodott, melyik alapítvány tette ezt, felvettük az alapítvánnyal kapcsolatot. Telefonbeszélgetésünk van, de most valahogy nincs hozzá kedvem, erőm bemásolgatni a telefonbeszélgetéseket, vagy eltorzítani a hangot, mert szívem szerint tele van a tököm ezzel az egészen a kórház irányába is, és most ezen alapítvány irányába is, hogy mi a fenének kell mindig titkolozni, csak azért, mert valaki leül egy videó elé, miért nem mondhatom ki, hogy igen, ő volt, igen, ott lakik, igen, ezt csinálta. Miért nem lehet kimondani? Tehát akkor most hangfelvételt nem mutatunk be torzítva sem. Nagyon csúnyán beszéltek a Hajnival telefonon. Hajni bemutatkozott. Jó napot kívánok! Kedves A. Én Nila, édesanyukája vagyok. Jaj, szia Hajni, igen, tudjuk, mit szeretnél. És akkor elmondta Hajni.
És erre azt mondja a kedves A, nem értem, mi a probléma. Ezzel mi a probléma? Mi rosszat csináltunk ezzel? Próbáljuk, kétszer is fel kellett őket hívni, mert nem értették, hogy mégis mi a problémánk. Próbáltuk nekik elmagyarázni azt, hogy mivel haláleset történt, ráadásul hamarosan 2 éve, nem igazán kéne egy elhunyt gyermekből kampányt indítani és csinálni. Aztán jött a hebeg és habogás, persze mi voltunk a hülyék, mert hogy anno igenis hozzájárultunk ehhez. Tényleg? Anno? 2013-2014 évről van szó. Lehet, hogy közben még volt 2016 vagy 2017-ben egy interjú velem. Nem Lilával, velem. Nem jogosítja fel senkit arra, akár közületek is ez megtörténhet. Akkor próbálom úgy mondani. Tegnap előtt leadtatok egy interjút. De tegnap elhalálozás történt. Feljogosítja azt bárkit arra, hogy például ma mégis egy kampányt indítsunk egy elhunyt emberből, és pénzt szerezzünk belőle, nem is akármennyit. Feljogosít bárkit erre? A halál sajnos mindent felülír. Képzeljétek el, több e-mailt is kellett írnunk, mert nem fogta fel az alapítvány. Le volt tudva. Ők ezt megcsinálták, hogy nekünk eszközünk nincs. Értitek? Olyat kellett írnom az alapítványban, nagyon határozottan, de mégis intelligens módon, mégis lehet, hogy volt benne egy kis cinizmus, lehetséges, előfordul, viszont nagyon is intelligens módon megírtam a levelet. Tudják, hogyan működik egy gyermek elvesztése? Milyen hivatalokba kell elmenni? Nílának a lakcímkártyáját, a személyigazolványát, a tajkártyáját egy olló vagy puk ketté vágták. A születési anyakönyvi kivonatot lecserélték halotti anyakönyvi kivonatra. És ha ez még nem lett volna elég, törölték Nílát az élő állami nyilvántartásból. Mert megszűnik az ország számára. Persze a gyászoló szülőknek itt marad, de értitek, mit akarok mondani? Így, hogy meri azt mondani egy szervezet, egy alapítvány, aki állítólag beteg gyermekeket támogat, hogy ő neki mégis joga van felhasználni azt. Olyan, mintha figyelmen kívül hagyták volna az e-mailünket, így még egyet kellett írni. Jött egy válasz is, persze ott már Hajni telefonált, már nem tudom hányadszorra, hogy illő lenne válaszolni az e-mailünkre. Hát akkor is ugye nem kell mondanunk, hogy megint csak milyen hangnemben szólt vissza a hölgy, amikor csak annyit mondtam újból, hogy háló, mert elhallgatott. Tehát rákiabáltak Hajnira. Igen. Hogy majd válaszolunk elvégre. Ez most elmondom, nyugodtan. Mert nagyon-nagyon felháborított. Nyugodtan. Hogy elmúlott 5 óra. 17 óra 10 perckor telefonáltam. Lejárt a munkaidő. Hogy ő neki lejárt a munkaideje. Ez igen. Azt a picsa. Ez nem semmi. Arra az e-mailre. Mi még éjfélkor is azon gondolkozunk. Igen. Bocsánat. Mondd csak. Mi még éjfélkor is azon gondolkozunk, hogy a fenébe csináljunk egy kis pénzt. Vagy hogyan szerezzünk egy kis adományt, amit tovább lehetne adni. Hát neki lejárt a munkaideje. 5 órakor. Bejelentett, fizetett munkaidő. Így van. Így van. Azt a mindenit. Neked van ilyen Hajnit az alapítványban? Neked Jóska Pista Zoltánon van ilyen? Nincsen ilyen! Amikor segítségre van szüksége egy családnak, ha az hétvégén van, akkor hétvégén megyünk. Amikor nekik megfelel az időpont, a családnak felel meg az időpont, nem nekünk, mi akkor megyünk. Bárhova. Ti is tudjátok, nagyon sokszor hétvégén hívtok bennünket. Nagyon-nagyon ritka eset az, amikor nem vagyunk elérhetők. Nos, ezt, hogy így felvezettük, hogy fizetett munkájuk van. Igen, bejelentett, fizetett munka, nem tudom, hogy hogyan kell mondani. Rendes bérezése. Bele sem merek gondolni, hogy milyen tiszteletdíjak is rökkönnek ott. Beszéljünk egy picit a számotok. Nagyon könnyen tudtok tájékozódni. Google, és akkor ott mindent ki tudtok nyomozni. Nem feltétlenül minden, de nagyon sok mindent meg lehet találni. Ez az alapítvány, amelyről szó van, évi több száz milliókat mozgat. Mit mondott a Zoli? Több száz milliókat mozgat évente. Leütöm a pofámat, basszus. Több száz milliót. Több száz milliót. Na.
Több száz milliót. És ha tovább kutakodtok, bocsánat, gyors kitérő. Tavaly az egyik adománygyűjtésnél oda jött hozzánk egy öreg csóka. Én ma 97 óta kurátorkodok, vagy kurátorkodtam egy alapítványban, vagy 81, mit több? Valami 30 évet mondott, hogy 30 éve ő kurátor volt, de kilépett, mert elegem volt belőle. Hát azért 30 évet lehúzott a Jóska Pista kis faszom, hát hihetetlen. 30 évet 30 lehúzott. 30 év után mondja ezt. Igen, gondolom nyugdíjba ment az alapítványtól, erről ennyit. És elmondta, én tudom, hogyan működnek az alapítványok, 90%-át eltesszük, és csak 10%-ot osszuk ki a rászorulóknak. Kijavítottam a Jóska Pista Pityu bácsikát, nem rászorulók, beteg, gyermeket nevelő, családok. Ez volt az egyik javítás, a másik pedig, lehet, hogy baba úgy lopta meg magát az alapítványba, és onnan menj nyugdíjba, vagy mi a fene, Nila alapítvány nem így működik. Miközben még mi is belefetszőjük a kis vagyonunkat. Na, erről ennyi. És azt akartam mondani, visszatérve a több száz milliót mozgató alapítványra, találtunk olyat, hú basszus, valóban igaz a 90%. Például az egyik éves bevétel 300 millió körüli volt, abból körülbelül 27, még csak nem is 30 vagyok, akkor tényleg 10% legyen, 27 millió forint ment a gyermekek támogatására. Már megszédültem, hogy kimondtam ezt. Rongyos 27 millió ment el a 300 millióból. A fennmaradó az ide volt kiszámlázva, oda volt kiszámlázva, ki volt számlázva biztos a szendvics, a eszközbeszerzés, mit tudom én, mert aztán olyan több száz millió kell eszközbeszerzésére is, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Mi meg használjuk a saját kis nyomtatónkat, a saját számítógépünket, a saját telefonunkat, a saját telefonszámlánkat, meg hadd ne soroljam. A saját lakásunkat és a saját rezsinket. Hadd ne sorolja. Igen. Ők meg ott több tíz személy is akár be van jelentve egy ilyen alapítványhoz. Több biroda, több céges autó, fizetett nyaralások, meg mit tudom én, vagy hogy kell ezt mondani. Igen, aztán mert amikor egyszer az egyik, és ez tényleg így van, higgyétek el. Igen, egyszer hajnak mondták, bocsánat, sokat beszélek, akkor mondd csak. Jó, nem, csak annyit szeretnék mondani, amikor az egyik egy ilyen alapítványos hölgyel beszéltem, és ugye rákérdeztem tőle, hogy mégis, mert ő eléggé, tehát az a hölgy is egy picit talán közvetlenebb volt, és egy kicsit talán máshogy viszonyult a dolgokhoz. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy rákérdeztem, hogy hogyan lehet ezt bírni, hogy nem egy családdal, hanem több családdal van kapcsolatban. Most már tudjuk mi is, hiszen mi is ezt tesszük, de az ő válasz erre az volt, sok nyaralással. Hát mi soha nem fogunk elmenni nyaralni, Nilával voltunk nyaralni. Egyébként soha büdös életben nem fogunk elmenni, még akkor sem, ha tele lennénk lével. Erről ennyit. Nos, visszatérve az alapítványra, tehát indítottak egy karácsonyi kampányt a mi interjúnkkal, Nilával. Az alapítvány elkezdte azt ecsetelni, próbálta cizellálni a dolgokat, hogy hát nem tudták egy keresztnévből, hogy Niláról van szó. Tényleg? Szó szerint le volt írva a történetbe, hogy besedaganatos kislány Nila. Valamit a keresztnévből nem tudod, Jóska Pistán, nem tudod? Magyarországon szinte az egyik legritkább női keresztnév, hogy Nila. Hát hihetetlen. És még azt is odaírták, egy év távlatából ezt nehéz volt megítélni. Egy év távlatából, basszus Pityukám, hamarosan 2 éve már, sajnos. Nem tudta, de ahogy kimondtam, hogy én Nila édesanyja vagyok, abban a pillanatban tudta, hogy mi van. Igen. Na, és igyekeztek még belénk rúgni, hogy próbáltak írni egy olyan rövidke e-mailt, amiben azért leírták azt, hogy hát amikor, hogy mondjam, végre válaszoltak, és egy olyat válaszoltak, megpróbálták ugye, ahogy mondtam, cizellálni, szépíteni a dolgokat, hogy hát ők soha nem élnének vissza. Soha nem élnének vissza ilyennek. Én meg visszajöttem, hogy de mégis valóban megtették, valóban visszaélés történt Nilával.
És még azért egy utolsó mondatot elhintett ez az alapítvány, hogy de azért a támogatás, nem is tudom, hogy írták le, támogatást elfogadtuk. Hú, basszú, ezt tudjátok milyen? Mint amikor hajni összekészíti a pelenkát, a bébi ételt, meg a kabátot a gyereknek, elviszük, majd másnap visszamegyünk, vagy telefonálunk, hogy na ide figyeljé. Elmerted fogadni, mindjárt visszaveszem. Mi van? Értitek, mit mondok? Hogyan van ez ajándékot, nem veszünk vissza. Na, segíts, Anyi, hogyan mondják ezt, hogy... Olyan. Ja, ezt anyu tudná, az én anyám, az tud ilyen szavakat. Én meg nem tudom. Tudom, hogy mire gondolsz, de nem tudom. Felhándálni, visszahándálni. Ja, igen. Tudom én ilyen szólás, értitek, hogy kell ezt mondani? Úgy. Ilyet nem szabad, főleg egy ekkora volumenű alapítványnak. Tehát, ha ekkora volumenű alapítvány, ezzel már is törölték a tekintélyüket előttünk, legalábbis. Főleg úgy, hogy Alexandra is leírta, hogy teljesen meglepődött ezen az egészen, hogy Nilával jönnek, Nilával egy karácsonyi kampány, gyerekek. Miközben mi meg nem tudunk kimenni szaloncukrot gyűjteni. Bár tavaly, hogyan? Ugye ez az évünk sajnos nagyon nehéz, tavaly kinn álltunk még a hidegben is, a mínusz fokokban is kinn álltunk, és gyűjtöttük a kis szaloncukrot, meg a kiló lisztet, amit utána széttosztottunk. Értitek, mit mondok? Ezek meg otthon ülnek a kis laptop előtt, figyelik az órát, az ebédidőt, meg mindent, na jó, van, ennyi volt mára. Azt a picsa! Nem mondtam még szerintem semmi rosszat. Nem, ja, alapítvány... Leütöm a pofámat az alapítvány irányába, hogy nem mondjak én semmi rosszat. Azt, fú! Ja, igen, tudom, mert közben olyat is oda mondott nekem a hölgy, amikor mondtam, hogy azért tudjuk, mert kaptunk visszajelzést. Ja igen, először ránk förmettek, hogy hát mégis ezt hogy merjük mi állítani. Meg nem az, honnan tudjuk? Meg hogy nem az, hogy honnét tudjuk, hanem hogy úgysem ismeri fel... Ja igen, ez igaz. Ugye? Úgysem ismeri fel senki sem, hogy kiről van ott szó. Igen. Hogy nem ismeri fel, hogy Nila, Nila. Értitek? Hát erre egyszerűen, hát mondom, hát dehogy nem. De hogyha ez tényleg így lenne, értitek? Tehát hogy merészeli azt mondani, hogy ez teljesen természetes? És ami, mert ugye ő azokkal jön, hogy mert ez annak idején készült. Kérdezem én, fel volt az bárhol tüntetve, hogy ez egy nem tudom én hány évvel ezelőtti... Jogos. Amit Hanyi szeretne mondani, ezen a több százmilliókat mozgató alapítványba basszus kulcs, Nila története mindvégig úgy szerepel, jelen időben van írva. Támogassák a családot, meg akkor családprogrami támogatásban vesz részt, ezért utalhat, meg stb. Adakozzon a kedves felajánló. Jelen időben van írva, mintha mai napig is támogatásban részesülnénk. Értitek, mit mondok? Van olyan alapítvány, ahol még most is fent van Nila. Viszont például olyan kis szöveggel, hogy nagyon szépen köszönjük Nilának, nem tudom, bocsánat, nem tudok pontosítani, nagyon szépen köszönjük a köszönőlevelet, vagy a kis rajzot, hogy segíthettünk, és úgy van kiírva az alapítványnál, hogy kedves felajánlók, ebből is önök láthatják, hogy a támogatásuk célba jön. Ez nagyon szép, pont ennyi. De nem használják fel egy következő kampányhoz az elhunyt gyermeknek az adatait, információit, történeteit, fotóját. És még sorolhatnám. Értitek, miről van szó? Hanem ilyen az nincs. Aktuális betegséggel küzdő gyermekeknek, a jelenlegi beteg gyermekeknek a fotóit használják fel. Mert ez így egyértelmű. Ez egyszerűen undorító az, hogy Hajni kérte, az első telefonbeszélgetések során kérte Hajni a kiigazítást. Talán még letudtuk, gyerekek, talán még letudtuk volna nyelni ezt az egészet, nagyon nehezen. Hajni kérte az ügyintézőt, főügyintézőt teljesen, de a kedves alt, egyébként hölgyről van szó, kérte, hogy azonnal javítsák ki a körímért, és írják oda, hogy 100 Nila, sajnos, tragédia történt 2021.01. másodikán. Nem voltak rá hajlandó. Azt mondták, hogy ők ezt nem tehetik meg. És figyeljetek, hova utaljátok azt a rohadt pénzeteket, már könyörgöm. Nagyon figyeljetek oda. Mi volt a válasz? Amúgy semmit csináljuk ezt. Marketing cég, vagy mit tudom én, mit megbíznak. Ugye több százmillióban már meg tudok bízni más céget, aki dolgozik nekem. Én meg otthon vakargatom a picsámat, már elnézzék. Hú, basszus. Ezt magamra mondtam, nem az alapítványra. Külön egy céget bíztak meg,
aki ezt a kampányt elkészítette, nyilván neki is kifizettek x milliót, nem tudom ez hogyan működik, nyilván 18 ezer forintos bérért senki nem csinál ilyet. Itt kemény pénzek röpködnek. A támogatottak pénzéből. A támogatottak pénzéből. Megbízták a céget, lenyomták a körimért. Kiment az több ezer, vagy több tízezer, százezer, nem tudjuk, nem tudjuk. Nagy alapítványról van szó, gyerekek. Nagyról. Nem tudjuk. És hány ember, ahogy végigolvasta, azt mondja, ez igen, az édesapa. Ezt is megveszi a gyermekének, azt is megveszi a gyermekének. Üzemanyagra csórikának alig van pénze. Még szépen is cseng Nila. Nila a kis vesedaganatos kislány. Vesedaganatos, értitek? 2013-14. Vesedaganatos kislánynak, hát én megesett a szívem, én utalok. Utalok az alapítványnak, hogy oda kerüljön Nila pici lányhoz, a kis támogatáson. Hány ember mondhatta ezt? És amit nem tudunk, hogy hányszor csinálták meg ezt? Hányszor? Undorító, gyomorforgató, hányingerkeltő. Alexandra is leírta, egyből törölte azt a kurva e-mailt. Értitek itt, miről van szó? És azt mondtam Hainnak, gyorsan reagáltunk, nagyon gyorsan felvettük a kapcsolatot az alapítvánnyal, bár az első telefon beszélgetésekben hülyének néztek minket. Egyből feljelentést kellett volna tenni. Az e-mailünkben már határozottan leírtuk, hogy mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni, szégyeljék magunkat, hogy ezekkel foglalkozunk. Bíróság előtt is el tudjuk ezt mind mondani. Este még meg kellett írnom egy e-mailt, mert nem történt semmi. Most mielőtt leültünk ide hozzátok, délelőtt van, megnéztük a két történetét is, mert követeltük. Már nem azt írtuk, hogy legyenek szívesek, vagy kérjük szépen, követeljük, hogy azonnali hatállyal, egy-két nap leforgása alatt töröljék a honlapjukról Nilával kapcsolatos minden fotót, történetet. Mert tudjátok, mit akartak csinálni? Egyetlen egy idézetet akartak volna kitörölni a kör e-mailből. Azt mondták, ezt már elküldték, ezt már nem tudják visszafordítani. És de... az sem azoktól az emberektől, azoknak az embereknek javítás, annak a több százezer embernek, aki... A következőknek. Hanem így van. Tehát, hogy akkor... Majd legközelebb. Csak annyit akartak csinálni, hogy legközelebb nem használják fel Nila történetét. Nem, nekünk ez nem elég. És nem se így mondták, hogy legközelebb nem, hanem hogy a mondták... Majd megpróbálunk odafigyelni rá, hogy ne történjen még egyszer ilyen. Ez nem válasz, ez nem elég. Ez nem elég. És nyomatékosan kértük, határozottan követeltük, töröljék Nilának minden fotóját, történetét, idézetét, levelét, akárhogy is nevezzük ezeket a dolgokat. Befejeztük. Semmi gondunk nem volt azzal, ha fent van Nila. És látták az emberek, hogy esetleg egy támogatás célba ér. Ezzel nincs gondunk, de az, hogy újból és újból felhasználták, úgy, mintha jelenkori támogatás lenne a mai napig, és egy karácsonyi kampány elindult Nilával, könyörgöm. Hát azért már na. És cinizmus ide vagy oda, leírtam a kedves alapítványnak, bemásoltam minden adatot, hivatalos adatot Nilának az alapítványáról, és leírtuk, ha már önök karácsonyi kampányt indítottak Nilával, Nila alapítvány bankszámla számára el lehet utalni a befolyt összeget. Szerintetek reagáltak rá? Ezt. Ugyan már nem fognak reagálni rá, és nem is fognak még egy forintot se utalni. És a visszataszító, hogy nem hajlandók megtenni azt, hogy azoknak az embereknek, akiknek ezt az e-mailt elküldték, mert mi azt is kértük, hogy azoknak igenis javítsák ki, hogy az a kislány, akiről ott szó van, ő már sajnos nincs közöttünk. Így van, de ezt nem teszik meg. És nem véletlenül csináltuk meg a videót. Egyrészt, mert nagyon fel vagyunk háborodva nekünk, ez nagyon is fáj. Még akkor is, ha én, mint férfi mondom, igenis fáj, gyászoló szülők vagyunk. Azok vagyunk, és elmondtuk nektek, Nilát mindenáron, minden téren meg fogjuk védeni. Még jó, hogy megvédjük. És nem hagyjuk, hogy bárki is visszaéljen vele anyagi haszonszerzés gyanánt. Így van, és tényleg ezerszer és milliómszor köszönjük Alexandra, hogy ezt elküldted nekünk, mert látod,
Sok ember erről nem tud, és tényleg ilyen dolgokat csinálnak. És azért is készült el a videó, nem csak azért, mert nekünk nagyon fáj, hanem azért, mert hát, hogyha látja olyan valaki, aki ezt a több száz milliókat mozgató alapítványt támogatja, hát, ha látja, és azt mondja, mi a fene? És ha ez itt most előfordul, ki tudja hányszor fordult elő, és még ki tudja hány gyermekkel. És ez már nem feltétlenül olyan kaliberű dolog, ami nyáron történt velünk, hogy élelmiszer csomagot írtak ki Nila nevére. Igen. Ugye, volt egy ilyen videónk is, hogy sajnos ez is előfordult. Ez talán még annál is durvább, hát vagy egy értékű, nem is tudom. És hogy nem? Mert alapítvány csinálja, akik tudták, hogy ki ő. Így van, és tudták, mert ahogy megtörtént a tragédia, nekünk tényleg az volt, igen, az első, hogy értesítsük, hogy ők is ki tudják azt írni, mert mi úgy gondoltuk, hogy ugyanúgy, ahogy mi is, amit értesülünk egy tragédiáról, akkor az az első, hogy mi is kiírjuk a Facebook oldalra, hogy mi történt ezzel a kis picikével. És itt még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy valaki milyen alapítvány honlapon szerepel gyermekfotó történet. Nem. Nincs azzal semmi baj. De ha elhalálozás történik, utána nem használhatom fel. És gyerekek egy nagyszabású karácsonyi kampányban. És az lett volna a minimum, és ezt ezerszer elmondjuk, hogy igenis, ahogy más alapítvány is, a köszönőlevél végére, vagy bármilyen idézet végére, hogyha ők fent hagyták, oda van írva, hogy sajnos Nila már nincs közöttünk, mert angyalka lett, de ők ezt sem tették meg. Nos. Jó lenne, hogyha nagyon figyelnétek arra, hogy tényleg milyen alapítványt támogattok. Ez nem arról szól, hogy mi most reklámozzuk itt magunkat. Viszont tessék már elgondolkodni, tényleg tessék már elgondolkodni, akik tényleg nagyon is lojálisak bizonyos alapítványokhoz, nagyon nagy kaliberű alapítványokról van szó, hogy azzal a sok-sok százmillió forinttal mit csinálnak konkrétan, hogyan kezelik és hova kerül. Kérdem én, már elnézést kérek, szükségünk van 18 munkatársra egy alapítványnál? Szükségünk van 18 autóra egy alapítványnál? Szükségünk van 18 ingatlanra egy alapítványnál és hasonlók? Tudom, mi picik vagyunk, és hogyha elkezdenénk kinőni magunkat, akkor is úgy vagyunk vele, hogy meg kell vele birkózni. Akkor sem hédereljük, vagy hogy kell mondani, hedonizmus alapján, vagy mi a fene, ilyen nagy önimádat, meg mit tudom én, meg szétszórom a pénzt, megveszem azt az ingatlan irodát, meg mit tudom én, fölveszek még 8 embert, több százezer forintos jattos bérezéssel, vagy mit tudom én, plusz még tiszteletdíjak, meg anyám kínja, amikor az a rengeteg pénz azért van, hogy a kisgyermekeket támogassák. Értem én, hogy vannak dologi kiadások. Persze, hogy van. Nyilván valamennyit a tortából egy szeletet el lehet venni, na de könyörgöm, 90%-ot erre, arra, amarra. Mi a fene van itt? Hú, basszus. Úgyhogy tessék mindenkinek átlátni a különböző helyzeteket. Nálunk meg attól nem kell félni, hogy én elviszem a hajnit nyaralni, vagy veszek egy villát, aztán ott vakargatom a tökömet. Mert nem azért csináljuk. Rohadtul iszonyúan szeretnénk megfelelni Nila elvárásainak, álmának. Hogyha nekünk már ezt kell csinálni. Igen, és ami nekünk a tényleg a legfontosabb, hogyha a mi alapítványunknál a kis támogatóinkkal bármi történik, akkor ti napra készen értesüljetek arról, hogy éppen pont mi történt azzal a gyermekkel. Nem megy ki a fejembe ez a 300 milliós cellkölcsi. 300 millió, neki nem kell 300 millió, persze, nyilván örülnénk, ha ennyi pénz lenne, mert annyi mindent. Az a kisgyermek megkaphatná ezt, megkaphatná azt, amit megkíván, megkaphatná tényleg azt a külföldi nyaralás, vagy mit tudom én, egy zebrát az saját udvarába, most nem tudom, csak mondtam valamit. Vagy egy akkora tévét, mint a fal. Tudom én. Jó lenne annyi pénz. De mi megelégednénk annak a töredékével, mert abból is nagyon sok mindent lehetne kezdeni. Mi már annak örülünk, amikor hajnival kipótoljuk és veszünk egy ilyen kis, vagy hogy kell mondani, tablet, telefon, ha egy ilyet tudunk venni, hát az mekkora öröm már a gyermeknek is, meg nekünk is, hogy hú basszus, sikerült megvenni.
hogy most akkor nem egy, nem tudom én, hány tízezer forintos csomagot tudtunk küldeni, hanem van benne egy műszaki cikk is, vagy valami. Így van, mert félreértés ne essék. Csak még valamit szeretnék mondani. És itt nem csak a műszaki cikkekre gondolunk, mert amikor azt mondja egy beteg gyerkőc, hogy ő nagyon szereti a nem tudom én milyen könyveket, akkor azzal támogatjuk. Ha éppen pont azt igen, mondja az édes, igen, ugye? Vagy ha az édesanyja azt mondja, hogy ő neki egy csomag pelenka az, ami kellene, de nincs itthon, akkor megpróbáljuk azt beszerezni. És ugye azt akartam mondani, hogy félreértés ne esik. Mi nem csak műszaki cikkeket szeretnénk vásárolni, mert a csomagok, amiket veletek együtt közösen összeállítunk, hadd ne mondjam, ami volt egy-kettő, amit mi kiszámolgattunk Hajnival. Rengeteget ér. Sajnos, akiket postán támogatunk, posta, nem tudom, reklámszál, hát posta, na. Értitek, csomagformájában mondjuk így. Sajnos nem tudunk, nem tudom hány dobozt elküldeni, de igyekszünk azt a dobozt mindig megtölteni, és annak is van értéke, de ha személyesen tudunk menni, akkor is próbálunk minél többet, tehát hogy mondjam, mert nehogy azt higgyétek, hogy akit postán támogatunk, az kevesebbet kap, mindig igyekszünk a lehető legjobbat kihozni az adott támogatásból, hogy éppen a 16 éves fiúnak mit tudunk küldeni, vagy a 4 éves kislánynak mit tudunk küldeni. És vannak benn értékek, mert ti is olyanok vagytok, igényesek vagytok, új dolgokat küldtök. Vagy szinte alig használt egy olyan cipőt, amivel kettőt lépett a kis totyogó, és azt mondjátok, hogy elküldöm, és jó lesz majd a másik kis totyogónak, vagy valami. És a mai járatról szerintem nem kell beszélgetni. És értitek? Jaj, letépem az arcomat. Erről beszélgetünk, a másik meg szórja a milliókat, cégek, karácsony kampány, meg minden. Igen. De egy szalon cukrot nem küld ki postán annak a gyereknek. Ahol majd beveszem a családtámogatási programba, az küldök 5000 forintot. Na befejezem, mert már szédülök. Értik. Biztos, hogy értik, és... Mert én is értem, de közben nem értem, mert fú, basszus, ilyen megtörtént, ez történik a mai világban. Igen, és ti biztos, hogy értitek. Aztán közben, ja, bocsánat. Nem, csak azt akartam mondani, mert fel nem foghatjuk azt, hogy tényleg hogy mondhatott egy alapítványi, nem tudom én milyen munkatárs vagy vezető nekünk olyat a telefonban, hogy ő ezt nem érti, hogy milyen problémánk. Amikor megkérdeztük, érti, hogy mi a mi problémánk? És tényleg ezek a mondatok, hogy... Nem. Mert úgyse ismerik fel Nélát. Mert úgyse ismerik fel Nélát. Ezzel ki van védve az, hogy egy elhunyt gyermekkel pénzt csinálunk. Ez cizellálhatja akárhogy az alapítvány, mert ez történt. Ez történt. És igenis, nem tudom, hogy ez volt-e a legjobb megoldás a mi részünkről, hogy azonnal reagáltunk, és határozottan keményen, vagy tényleg egy hatalmas nagy feljelentést kellett volna csinálni. Mert hiába van az alapítványnak több százmillió a zsebébe, nincs olyan ügyvéd, aki ezt ki tudja figurázni, hogy hát mégis mi vagyunk a hülyék. Nem hiszem, hogy van olyan bíró, aki bekajálta volna, hogy hát úgyse ismerik fel Nélát erre alapozva. Na, értitek? De nem baj, gyorsan cselekedtünk. Talán így is megértette az alapítvány, hogy rosszat csinált, bár az e-mailéből, ahogy jött a szövegkörnyezet, nem, mert... Nem igazán értik, hogy ők miben hibáztak, értitek? Tehát, hogy miért baj az, hogy ők egy régebbi levelet felhasználnak. És itt megint csak mondjuk, hogy nem is azzal van a baj, hanem hogy nincs az a levél kiegészítve azzal, hogy éppen pont mi történt azzal a beteggel, akit jelen időben ők ott felhasználnak. De akkor, hogyha ezt így feltüntették volna, hogy tragédia történt és elhunyt a gyermek, nem tudták volna felhasználni pénzszerzése, mert egy ember nem küld oda a pénzt, már elnézést kérek, ahol elhunyt egy gyermek, hiszen nonsense, küldjek oda támogatást, mert családprogram támogatásban részesül, miközben elhunyt, mi van? Hát a kedves felajánló tudja, hogy ez baromság, és az alapítvány is tudja, hogy ez baromság, azért nem csinálta így. De felhasználta a szép kis szövegkörnyezetet, meg a fotót, meg mit tudom én, és nem akarom, hogy bár én igen, áradozok Níláról. Viszont kívülállók is láthatják, hogy Nílának kis fotogén arca van. A testi lelki fájdalma ellenére tudott mosolyogni. Nem is akár hogyan. Ott a kis kopi fotója, meg mit tudom én. Hát persze, hogy felhasználják. De többet nem.
és délelőtt ide ültünk, mondtam, csekkoljuk folyamatosan a weboldalt, és most úgy vettük észre, hogy errort ír a link, hogyha rákattintotok, persze a Google-ben még megtalálható, de ha rámentek a linkre, akkor már errort ír, elvileg, ha minden igaz, remélem, törölték Nilát a honlapról. Szóval ezt elértük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Alexandrának is, mert ehhez kellett ő, mert mi nem tudtunk az egészről semmit. És hogyha nincs Alexandra, még, persze már kiküldték, bele sem merek gondolni, hogy ezzel milyen pénzösszegeket nyúltak le úgymond Nilából, mert ezt így kell mondani, és közben meg ki se küldik a gyermekeknek a támogatásokat, és mi is hülyére vagyunk nézve, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy Alexandra ezt jelezte felénk. Igen. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük. Közös erővel megvédtük Nélát. Igen, köszönjük szépen, és biztosak vagyunk benne, hogy ti értitek, hogy miről van szó, és nem azt mondjátok, hogy most ezzel mi a probléma. Ezt nem is kell magyarázni, mert... Igen, csak ez tényleg annyira bántó, hogy valakinek arról mi nem tehetünk, eszébe, hogy azt mondja, hogy mi a problémánk. Arról mi nem tehetünk, már elnézést kérek. Hogyha nem talált az alapítvány, a több száz milliót mozgató alapítvány egy olyan szülőt, egy olyan családot, egy olyan fotogén arcú gyermeket, egy olyan édesapát, egy olyan édesanyát, aki tudott volna írni egy olyan levelet, ami azt mondják, hogy ezt használjuk fel, az megint nem a mi sarunk. Az biztos. És így utólagosan kimerem jelenteni, hogy már bánom ezt az egészet. Bánom, hogy anno vállaltuk ezt a interjút, vagy hogy kell mondani. Jó. Jó. Tényleg még egyszer így a videó végéhez érve köszönjük szépen Alexandra. És nektek is köszönjük szépen, hogy a mai videónkat végignéztétek. Várjuk a kommentjét. Jól gondoljátok meg, hogy hova teszitek a kis támogatói pénzeteket. Tőlünk nem kell félni. Nem kell félni, mert ahogy sajnos Hajni mondta egy édesanyukának négy szemközti beszélgetésbe, elnézést kérek, hogy ezt most megint kimondom, nincs kinek gyűjtenünk. Meg nincs hova nekünk héderelni. Nincs hedonizmus már az életünkbe. Amikor attól is bűntudatunk van, hogy megeszünk egy kurva vajas kenyeret, mert a gyereked már nem eheti meg, te meg ott teszed a vajas kenyeret. Értitek? Na, menjünk vele. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, és tényleg figyeljetek oda, hogy hova, milyen alapítványnak adtok segítséget. Egyszerűen nekünk ennyi jutott. És ha eljutottatok a videó végére, azért is kimondom, legyetek szívesek, támogassátok Nila alapítványt. Sajnos ez az évünk nagyon nehéz volt. Jelenleg nem volt adománygyűjtő akciónk. De ha tényleg eljutottatok a videó végére, ha hiszitek, ha nem, sikerült egyetlen egy áruházzal megbeszélni egy hétvégi napon való gyűjtést. Kaptunk pár órára egy kis időintervallumot, és elmehetünk gyűjteni. Nem tudjuk, hogy sikeres lesz-e, mert nyilván az emberek nagyon mérgesek a különböző alapítványokra, szervezetekre, valamint tudjuk, hogy milyen állapotok vannak a bolti árakban is. Mi is nagyon tartunk ettől, Hajnival megbeszéltük, hogy csöndbe leszünk végig, megszólítunk minden egyes emberkét, mert számunkra mindenki potenciális jelölt lehet, ha valaki hoz egy csomag ropit, egy kiló kekszet, vagy beledob 18 forintot a gyűjtőurnába, az nekünk már pozitívum. Úgyhogy szorítsatok, és bízunk benne, igen, hogy összejön. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!